Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket Virágvasárnap ünnepén. Isten igéjét olvasom a János írása szerinti Szent Evangélium 12. részéből, a 12. verstől a 15. versig. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálma ágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva: Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamárcsikón ülve. A bőti időszak vége felé közeledve egy olyan ünnep van ma, melyben többféle kettőség is megfigyelhető. Virágvasárnap a nagy hét kezdete, Jézus szenvedésére emlékezünk, de mindezt már a húsvét fényében tesszük. A sokaság Jézust ünnepli, a farizeusok éppen ettől esnek kétségbe. Az emberek ünnepelnek, Jézus azonban sír Jeruzsálem felett, és szenvedéseire készül. Az emberek egy ország királyaként köszöntik Jézust, harcos uralkodást várva tőle, ezzel szemben Jézus az egész világ királyaként érkezik, békességet hirdetve. A sokaság azt várja, hogy Jézus vegye át a földi hatalmat, Jézus azonban az emberi szívek feletti uralmat kívánja átvenni az egész világ királyaként. Virágvasárnap ünnepén gondoljuk végig, hogy kinek látjuk Jézust, mit várunk tőle, és igazítsuk az életünkhez ahhoz, aki ő valójában, és éljünk azokkal a lehetőségekkel, amelyeket felkínál számunkra. Ő a békesség fejedelmeként a szívünkbe szeretne vonulni, várja, hogy átadjuk neki az irányítást, és akkor boldog megtapasztalói leszünk, hogy ő annál sokkal többet és sokkal jobbat tud adni, mint amit várunk vagy elképzelünk, mert ő megtart az élet próbái között is, és vezet hűségesen az örök élet teljessége felé. Legyen a szívünk nyitott arra, hogy őt egyre jobban megismerjük olyannak, amilyennek kijelentette magát. Jöjj, királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. S legyen imádságunká: Látod, Uram, inkább teríteném eléd ruhám, szórnék lábadhoz pálma ágakat, mint magamat adnám egészen, magamat adnám neked. Mert könnyebb az ünnepen, könnyebb téged virággal, szóval csak fogadni, mint csendben egészen lélekkel elfogadni. Mégis tudom, áldott, aki jön az Úr nevében, tudom, hogy meghalni értem érkezel. Hát fogadj te engem, fogadj be engem, és maradj mindig hozzám, közel. Amen.